Tehát most szeretném folytatni a két héttel ezelőtti üzenetet, ugye a szabadulásról. Tehát a Márk evangéliuma 1-nél kérlek, hogy nyissátok ki a bibliátokat, és a Márk 1:21-től olvasom fel Isten igéjét, és itt azt mondja, bementek Kapernaumba, és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógában tanított. Úgy látszik, Jézus mindig szeretett tanítani, és mindig az ige az, ami áttörést tud hozni az embereknek az életében. Ige nélkül nem működik. Tehát ezt jegyezzétek meg, hogy ahhoz, hogy áttörések jöjjenek létre az embernek az életében, nagyon fontos, hogy az igével közösségben legyen az ember. És ezért volt az, hogy Jézus mindig, amikor bement egy helyre, de ugyanezt folytatták tovább az apostolok is, hogy amikor bement egy helyre, akkor mindig elkezdte hirdetni Isten igéjét, mert az Isten igéje, mit olvasol Isten igéről? Hogy Isten azt mondja, hogy amikor ő szeretné, hogy az ő akarata egy helyen meg tudjon valósulni, mert nem automatikusan valósul meg az Isten akarata. Nem tudom, hogy észrevettétek-e az életetekbe, vagy az életünkbe, ahogy látjuk, hogy nem automatikusan valósul meg az Istennek az akarata, mert sajnos nem az Isten, hogy mondjam, tehát ezen a földön nem az Isten uralkodik, ha lehet ezt mondani, mert a mennyben uralkodik Isten. Ezen a földön most még a Pálnak az a kijelentése van a levelében, amit leírt, hogy ennek a világnak a sátán az istene. Tehát, hogy a sátán sokkal jobban bele tud férkőzni a világnak a folyamataiban, embereknek a sorsába, sokkal-sokkal jobban. Olyan erők működnek, amit ha az ember nem tud átgondolni, felfogni, akkor tehát tönkreteszi az életét úgy az ember, hogy nem is tudja, hogy igazából mi történt vele. Nagyon érdekes volt, pont a múltkor egy ilyen olyan filmet láttam, ami tehát megtörtént eseményeken alapult, és nagyon érdekes látni, hogy emberek tönkre tudják tenni az életüket, hogyha olyan emberrel házasodnak össze, akinek gonosz, sorsromboló erők működnek az életébe, és összeköti az életét, és átmennek ezek a gonosz, sorspusztító erők a másiknak az életébe, úgymond annak az ártatlannak az életébe, miközben az érzelmeivel, meg ugye oda kötődik, mert a szerelemnek nem lehet úgy nagyon parancsolni, és ezért nagyon rossz dolog is tud lenni a szerelem, nagyon pusztító is tud lenni a szerelem, de nagyon építő is tud lenni. Azt mondja az Úrnak, a lángjai, azok a szerelem, tehát szeretetnek, a szerelemnek a lángjai, és az Úr biztos nem leépíteni akarja a sorsunkat. Ezért nagyon kell arra figyelni, akik társválasztás előtt vagytok, hogy nagyon józanul is dönteni kell, tehát nem csak az érzésre hagyatkozva, mert utána viszont egy olyan sors, tehát sors közösségbe kerül az ember egy másik emberrel, hogy az életútja teljesen meg tud változni, vagy lefele tud menni és leépülni, és akárhogy fogadkozik az ember, hogy megváltozik, úgyse tud megváltozni, mert olyan sorsromboló erők működnek az életében, hogy nem lehet pszichikailag ezeket a mögöttes erőket legyőzni, hanem csak szellemi erővel lehet, és csak életmód változással lehet. Tehát ez a megtérésnek is a lényege, hogy nem csak döntünk, és az akaratunkkal kifejezzük, és a szánkkal kifejezzük azt, hogy Jézus Krisztus mellett döntöttünk, hanem az életünket is Isten igének megfelelően akarjuk élni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Mert különben a fogadkozások, a beszédek, az, hogy megváltozok, az tehát nem fog működni. Tehát nem fog működni.
most, hogyha azt mondtad, fogadkozik, hogy megváltozok, oké. És be lehet tenni ezt. De igazából, tehát ettől nem fog megváltozni. Mert azok a gonosz sorsomboló erők, azok várnak. Tehát türelmesen megvárják, amíg az embernek a pszichéje és az akarata megerősödött, mert már azt mondta, hogy neki is elég az egészből. De utána úgyis ezek a sorsromboló erők és a háttérben működő erők dominálnak, és ezért ilyenben, amikor ilyen van, és egy ilyen kapcsolatban él valaki, vagy ilyen házasságban, akkor általában egy ilyen színuszgörbét tapasztal, hogy egyszer fönn, egyszer nem, megint fönn, megint nem, megint fönn, megint van ígéret, megint nem történt semmi, kijózanodás, megint ígérgetés, megint beetetés, megint érzelemre hatás, megint azt mondja, hogy oké, folytassuk, aztán megint jön, és így folytatódik az egész élete az embernek. És akkor azt mondod, ez kell ilyen? És tönkre lehet menni, és tönkre mennek az emberek ilyenbe. De miért? Mert egy rossz emberrel kötötték össze a sorsukat. És azok a sors romboló erők megnyilvánulnak a másik embernek az életében. De hát ti nem ilyenek vagytok, akik meg, tehát házasok vagytok. Tehát most már ne is gondolkozz azon, hogy válás, mert ilyen nincs, hanem akkor megtérés van, és az igéhez kötjük oda az életünket, és a sorsunkat, és az ige mentén haladunk, és folytatjuk az életvitelünket. De ez azt mutatja, hogy olyan erők dolgoznak a háttérben, amik igazából az bizonyítja, hogy a sátán ennek a világnak az istene, mert hiába az ember, ő neki van egy terve, szándéka, akarata, az egyszer csak ki a kezéből kiesik az irányítás, a kontroll, és elkezd egészen másképp történni a dolog, úgy, ahogy ön nem is képzelte azt. De nézd meg, Jézus mit csinált. Mindig, amikor bement valahová, akkor elkezdte az Isten igét hirdetni. Miért? De ugye, hogy mire akarok visszatérni? Az Ézsaiás könyvére, amikor azt mondja Isten, hogy amikor ő akarja, hogy az akarata valahol megtörténjen, arra a helyre kiküldi először az igéjét. Ugye erre mondta azt, hogy amint leszáll az eső, a hó az égből, és nem tér vissza üresen, így lesz az én beszédem is, hogy kiküldöm arra a helyre, ahová kiküldtem, ott elvégzi az én akaratomat. Tehát nézd meg, hogy már most az, hogy itt ülsz, és az Isten igéje kijön, és az Isten igéjével kapcsolatod lehet. Ezt tudod, hogy mire ad egy nagy lehetőséget neked? Arra, hogy az Isten jó, kedves, tökéletes akarata fog megvalósulni az életedbe. Halleluja! Ezért nagyon jó, hogy az Isten igéje kijön. Mert oda, ahol nem fog megvalósulni Istennek az akarata, oda nem küldi ki az igéjét. De ahová kiküldi az igéjét, ott viszont az ige nem tér vissza üresen. Ezért lehet reménységed. Ezért jót várhatsz, hogy ami benne van az igébe, azt várhatod az életedbe. Arra azt mondhatod, hogy ámen. Arra azt mondhatod, hogy az az enyém, azt megragadom. Miért? Mert az ige fogja elvégezni az életedben a jó munkát. És ezért volt az, hogy Jézus bement és tanított. És utána azt olvasod, elálmélkodtak az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és ma egy kicsit a hatalomról szeretnék majd beszélni, és nem úgy, mint az írás tudók. Tehát lehet az igét tanítani úgy, mint akinek hatalma van, és lehet tanítani úgy is az igét, mint az írás tudók. És azt mondja, volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és fölkiáltott. És mondta, ó, mi dolgunk van nekünk veled, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek a szentje. És megdorgálta őt Jézus, mondván, némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan szellem megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle.
Miért? Mert hatalommal tanította az Isten igéjét. Ezért kimentek a démonok emberekből. Tehát amikor hallgatod az Isten igét, ki tudnak menni démonok belőled. Nem kell, hogy ilyen nagy jelenetre is sor kerüljön. Nem kell. Tehát Isten azt nézi, ami a szívünkben van. Isten azt nézi, ami benned van. Nem a külsőséget nézi, hogy külsőségben, hogy mennyire áhítatosan állsz be oda, és vagy ülsz le, vagy térdelsz. Persze le lehet térdelni, persze lehet ülni is. A tanítványok ülve vették a Szent Szellemet pünköstkor. Mindenki ülve imádkozott. Ugye, mert összegyűltek imádkozni, és ültek a 120-an. Tehát nem térdeltek, hanem ültek. De mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy Isten a szívünket nézi. Tehát ne az van egy rossz elképzelés az emberbe, és azt hiszi, hogy Isten ezért hallgatja meg, mert az az elképzelés szerint csinál valamit. Miközben Isten nem elképzeléseinket szolgálja ki, hanem ő az Isten igéjének megfelelően, ha az életünket hozzáigazítjuk az Isten igéjéhez, és nem szimpadiasak vagyunk, és nem álarcok mögé bujunk, hanem a szívünknek az őszintességével jövünk az Úrhoz, akkor Isten és mi közöttünk nincsen választóvonal. Akkor a démonok kimennek belőlünk, akkor nagyon könnyen meg lehet gyógyulni, nagyon könnyen meg lehet szabadulni. De nézzetek meg, az írástudók, a farizeusok, azok nagy színészek voltak. És lehet, hogy ők is tanítottak a zsinagógába, de miért nem működött náluk az Isten igéje? Azért, mert szimpadiasak voltak, azért, mert színészkedtek igazából, de ezt nem tudja megáldani Isten, a színészkedést. Hanem Isten azt áldja meg, amikor az ember őszintén a szívéből közeledik hozzá Istenhez. És azért is mondták azt, mindnyájan álmélkodtak, azt mondja, mindnyájan álmélkodtak annyira, hogy egymás között kérdezték, mondván mi ez, micsoda új tudomány, hát mit kérdezitek egymás között? Hát eddig is egy csomó rabbi ment be a zsinagógába tanítani. Nem kellett volna, hogy nagy csodálkozást váltson ki az Isten igének a hallgatása akkor, hogyha hatalommal hallották volna hirdetni az Isten igéjét. De miért csodálkoztak? Azért, mert nem hatalommal hirdették az írástudók az Isten igéjét, hanem színészkedve. És erre semmi nem működött. A hatalom nem működött. Istennek a hatalma nem működött. A hatalom itt is mondja azt, hogy milyen új tudomány ez. És figyelj, micsoda hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek neki. Tehát a tisztátalan szellemek, a démonok isteni hatalomra reagálnak. Tehát a szellemvilágban az, hogy az Isten igét érvényesítsd, ahhoz szellemi hatalommal kell rendelkezned. És a szellemi hatalom, tehát a démonok fölött, nagyon kell azt látni, hogy hogyan működik a szellemi hatalom. Ugye minden hatalomnak a forrása maga Isten. És az Istentől kapjuk a hatalmat, és használjuk ezt a hatalmat. Ennek az alapelve a Máté evangéliumának a 8. fejezetében van, amikor Jézus a századossal beszél, és a százados megy, hogy meggyógyuljon az ő szolgája. És nézzétek meg, hogy azt mondja itt a Máté 8.8-ban, hogy, és ugye mondja Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy. A másiknak, gyere, és eljön. És az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Tehát itt a hatalomnak a működését írja le ez a százados, és erre azt mondta Jézus, hogy mikor ezt meghallotta, ugye, hogy mondja, hogy bizony, mondom nektek, ilyen hitet nem találtam egész Izraelben. Tehát, de mi itt a lényeg? Hogy a hatalom működjön.
Miért fontos az, hogy a hatalom működjön? Nézzétek meg, hogy Jézus a Máté evangéliumnak a végén azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Tehát most, bár nem ennek a világnak az istene ugye a sátán, és nem Isten, de Isten, Isten akkor is, tehát, de az Isten nem attól Isten, hogy minden helyen ő uralkodik, és minden helyen neki kötelező ott lennie, mert például a pokolban miért kéne neki ott lennie, és miért kéne neki ott uralkodnia. Értitek? Tehát, mert ő, mint Isten, felosztotta a látható és láthatatlan világot uralmi térségekre, és megosztotta a hatalmát, átadta a hatalmát, hogy uralkodjanak bizonyos lények. És ezért rendelkezik, az ember is így kezdte, hogy hatalommal rendelkezett, de nagyon sok lény így kezdte. És amikor, tehát itt az átadott hatalomnál, tehát nekünk azt kell látnunk, hogy Jézus a feltámadása után minden hatalom a látható világba és a láthatatlan világba, erre azt mondja, hogy a földön és az égen, neki adatott. Itt az a kérdés, hogy az a hatalom, ami Jézusnak adatott, az én életembe, a te életedbe, az egyháznak az életébe, vagy az egyházon keresztül a világba meg tud-e jelenni ez a hatalom, vagy nem? És erre a válasz, az itt van benne a Máté evangéliumában, a századosnak, amit elmond, mert ugyanis azzal kezdi, hogy én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Tehát a hatalom hogy fog tudni működni? Mert nagyon nagy dolog, amikor látsz ilyet, hogy elmész egy katonai rendezvényre, vagy a katonasságban, amikor voltunk, nem tudom hányan voltatok katonák, de ugye, tehát egy jó páran voltunk, és ott azt látod, hogy kijön a parancsnok, a százados kijön, vagy a hadnagy, a százados, vagy az ezredes kijön a irodájából, és mindenki haptákba vágja magát rögtön, érted? És valamit mondott, igenis értettem, parancs, értettem, és megy. És mennyire azt mondott, hogy hát most én is azt mondom a többieknek, most csináld ezt. És nézed, miért nem csinálja? Érted? Hát miért nem csinálja? Mert milyen jó látni, hogy amikor valakinek van hatalma, akkor engedelmeskednek annak az embernek. És te odamész, mondjuk besoroznak, és te kezdenél el magyarázni a többieknek. És akkor az van benned, hogy miért nem csinálják azt? Pedig milyen jó lenne, hogyha én is tudnám ezt, hogy csak parancsolok valakinek, és megcsinálják. Milyen jó lenne parancsolni a démonoknak, és megcsinálják. Mert itt erről van szó, mert ha megnézitek, itt két alárendeltről van szó. Az egyik a vitézek, a másik a szolgák. És én meg vagyok róla győződve, itt a szolgák, tehát a mi esetünkben a démonok. Hogyha azt mondjuk, hogy ezt csináld, akkor azt csinálja. Tehát de mi kell ahhoz, hogy azt csinálja? Azt mondja az ige, hogy alárendelt embernek kell lenni. A hatalom úgy működik, hogy alárendeljük magunkat az előttünk járónak. Így működik a hatalom. Tehát ha a százados nem engedelmeskedik az ezredesnek, vagy az őrnagynak, hát akkor nem fogják megcsinálni neki a beosztottai, tehát a hadnagyok nem fogják megcsinálni neki, meg az alatta levők, mert hát ha nem engedelmeskedik, akkor megtöri a hatalomnak a működését, az átadásnak a folyamatát. És ezért van az, hogyha megnézitek, ezt mondta a százados, ezzel kezdte, hogy én hatalmasság alá rendelt ember vagyok. Ezért tud működni. Tehát, hogy az a hatalom, az nem az én hatalmam. Nem azért van, mert a hatalomnak az autentikus forrása vagyok. Mert minden hatalom az Istené.
És figyeljétek meg, hogy Isten a hatalma szavával tartja fönn a mindenséget. Tehát, hogy minden a hatalommal áll összefüggésben, az Isten hatalmával. Itt az a kérdés, hogy én hogyan, tehát az én életemben pozitívan hogyan tapasztalhatom meg ezt a hatalmat. Mert a hatalmat meg lehet tapasztalni a hatalomnak a negatív dolgait. Például amikor futkosóra küldték az embert, tehát a katonasságba, amikor nem engedelmeskedett, a hatalom ellene dolgozott. Amikor engedelmeskedett, a hatalom érte dolgozik. És ez kell a keresztényeknek is, hogy ezt meglássák, mert ahogy mondtam nektek, amikor Jézus ugye a szabadulással kapcsolatban démonokat tűzött, megnyilvánultak, démonok úgy, hogy kimentek emberekből, ez egy hatalomnak a működése volt. Tehát a démonüzések, ezek a hatalomnak a működései. És ugye azt se felejtsük el, hogy ez nem automatikus, azért mert kimennek démonok, az nem azt jelenti, hogy automatikusan a hatalom az jól működik egy embernek az életébe. Mert ugye olvasunk arra, amikor Jézus azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy a te nevedben üztünk démonokat, tettünk jeleket, csodákat, és a többi. De azt mondja, távozzatok tőlem, mert nem engedelmeskedtetek az atyának. Tehát, hogy egy folyamatot kell itt látni, egy olyan folyamatot, a hatalomnak a folyamatát, ahogy lejön az Istennek a hatalma, lemegy és legalizálódik emberek szintjére, és embereken belül is, érted, századosok, most így mondom, hogy századosokra, ezredesekre, meg egy csomó hatalommal rendelkező emberre, és így nyilvánul meg a hatalom a mi életünkben. Tehát azt mondja, hatalmasság alá vetett ember vagyok, vannak alattam vitézek. És nézd meg, mondom az egyiknek, eredj el és elmegy. Miért megy el? Mert nem teheti meg azt, hogy ne menjen el, mert akkor minden hatalom ellene fog dolgozni. Tehát senki nem fog kiállni mellette, hogyha nem engedelmeskedik a hatalmasságnak. És nagyon durvát mondok, de az egyházban, Isten népe között is van hatalmi megosztás. Tehát, hogy Isten adott különböző embereket az egyházba, és nyilván nem azért, hogy a hatalommal visszaéljenek az emberek, hanem hogy legális hatalommat tudjanak gyakorolni. Ne értsetek félre, tehát tudom azt, hogy van a szervezet, tehát egyházon belül létezhet adminisztratív hatalom is, tehát hogy adminisztratív tekintély, meg karizmatikus tekintély. Tehát van ilyen. Majd akarok ezzel is egy pár szót mondani, amikor, tehát ugye két, nem akarok annyira előre menni, amikor ugye az idegen tüzet vittek be az Áronnak a fiai, és megégtek, mert ott azt mutatta, hogy a testi erő, az indítatás, az nem Istentől volt, hanem embertől volt, és ekkor vissza tud ütni ez a hatalom, mert ugye ebben a hatalomban is az, hogy bemehettek a szentek, tehát hogy bemehettek a szentélybe, és vihettek be tüzet, ez nem tehette meg bárki, hanem az csak kiválasztott emberek tehették meg akkoriban. De visszatérve ide, tehát miért mondta azt a századot, nézd meg, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Miért? Ki még hatalmasság alá vetett ember? Azt mondja, én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Tudod ezzel mit mondott a százados? Az, hogy Jézus, te is. Tehát látom azt, hogy te is hatalmasság alá vetett ember vagy. Én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Hát Jézusnál ezért működtek. Az engedelmesség, ez kulcskérdés. És tehát majd bele fogok menni, mert ugye itt vannak anomáliák, lehetnek az engedelmességgel kapcsolatban és a hatalmassággal kapcsolatban, de most itt hadd ennyit mondjak el. Tehát én is, tehát miért? Mert Jézus is.
Tehát Jézus engedelmes volt. Mindvégig engedelmes volt. Egyébként hadd mondjak még el annyit, a zsidókhoz írt levél még azt is mondja, hogy a fiú, azt mondja Jézus, ha bár fiú volt, mégis a szenvedések által tapasztalta meg az engedelmességet. Tehát a szenvedések vitték bele az engedelmességbe. Milyen durva ez. Tehát, hogy Isten még a saját fiának sem kedvezett ebből a szempontból, hanem ha látta, hogy nem, tehát, hogy nem engedel, most Jézusnál ez furcsa ezt mondani, de ugye de ezt mondja, hogy szenvedések által megmondom nektek, a zsidókhoz írt levélben van ez a 5. fejezet. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Gondold el, az Isten fia, azt mondja, aki az ő testének a napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás, könyhullajtás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát nem azért hallgattatott meg, mert ő Isten fia volt. Isten nem ezért hallgatta meg, hanem az Isten félelméért hallgatta meg. És azt mondja utána, ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Tehát a fiúnak ebben az emberi testben, gondold el, ez az emberi test, ez olyan, hogy még a fiúnak is, amikor maga Isten emberi testben megjelent, olyan ellenállások vannak ebben az emberi testben, pedig az ő testében nem volt bűn, és mégis az emberi test az olyan, hogy nem akar engedelmeskedni az Istennek. És a fiú, azt olvassuk, megtanulta az engedelmességet a szenvedések által. És Isten, biztos vagyok benne, hogy tehát a szenvedéseknek, tehát tehát Isten nem tönkre akar verni bennünket. Tehát ezek a szenvedések, mert láttad, hogy Jézusnál nem olyanok voltak ezek a szenvedések, mert most van, aki gondol arra, hogy akkor Isten biztos levágja a lábamat, levágja a kezemet, olyan okoz, hogy érted, hogy különböző olyan beteg. De fiúnál nem olvasol ilyet, hogy az atya úgy tanította meg neki az engedelmességet, hogy olyan szenvedést adott rá, hogy testileg rokkant lett. Tehát nem olvasol ilyet. Tehát látjuk azt, hogy a szenvedés az arról szólt, hogy az igazság miatt elkezdték üldözni, és az igazságért szenvedett. Ez a legjobb szenvedés, ez a legnemesebb szenvedés ezen a világon, amikor valaki az igazságért és az igazságban való meggyőződéséért szenved. Tehát ezért ne akarj mindenképpen mindenkivel békességben élni, mert ezeket a hamis proféták csinálták, akikről azt olvasott, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy jaj nektek, ha mindenki jót mond felőletek. Jaj nektek, ha mindenki jó, érted, hogy jól van mindenkivel a... Mert ilyet a hamis proféták csinálnak, mert nem szeretnek szenvedni, és azért mindig alá dolgoztak a királyoknak, tudjátok, Jeremiás idejében, meg a többi királynál, amikor voltak proféták, ellene dolgoztak tehát minden jót profétáltak. De nem volt abban semmi köszönet, és semmi jó, amit mondtak. Na de visszatérve, tehát azt mondja Filippiekhez írt levélben. 2, tehát a 2. fejezetben. Jézus, azt olvasod, hogy engedelmeskedett. És ugye azt mondja itt az Isten igéje, hogy az engedelmesség a Filippi 2-nél az arra épült rá, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Milyen indulata volt neki? Mert ugye itt írja le. Milyen indulata volt? Azt mondja,
Ő, amikor Istennek a formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Tehát nem döngette a mellét azzal, hogy én Istennel egyenlő. Én vagyok valaki. Én Isten vagyok. Hát nem tudjátok, hát én Isten vagyok. Nem így jött le az emberek közé. Milyen érdekes, ha megnézitek, hogy miért nem a királyi családba született meg Jézus? Miért nem királynak a gyerekeként jött le erre a földre? Lehetett volna. Miért ne lehetett volna? Miért nem a Heródes udvar tartásában született meg? Mennyi mindent ki tudott volna kerülni? Most nézd meg, hogy a Heródes csak kiállt a nép elé, elkezdett hülyeségeket beszélni, és mindenki mondta, ha, Isten szava. És az meg el is hitte. Érted? Tehát maga a pozícióból fogadták el. Hát nem kellett volna végigjárnia ezt az egész utat, amin végigment, mint majdnem külföldről bejött ács. Érted, aki a határmenti vidéken, a pogányok Galilea kapujánál, ott van a határnál, és onnan jön be Jeruzsálembe. Hát jeruzsálemi elitbe is meg tudott volna születni. Automatikusan mindenki úgy elfogadta, amit mondott volna, hogy semmi nagyobb ellenállásba nem ütközött volna. Gondoljátok el, és megszületik maga az Isten fia, megszületik, és egy határmenti vidéken, egy kis faluban, azt mondja, a Júda Betleme a legkisebb vagy minden helyen, ugye ezt mondja a próféta is, a legkisebb helyen egy ácsként, tehát egy kétkezi munkás, tehát nem egy értelmiségi családba születik meg. Nem érdekes? És erre, tehát ott rászáll az Istennek az ereje egy ilyen emberre, és felforgatja ezt az egész világot, akinek a hatása a mai napig is a mi életünkbe is tart. Nem érdekes? Tehát egy Izraelbe, valahol a határ mellett egy kis faluba megszületik egy gyerek. És olyan hatása, királyoknak nincs ilyen hatása, aki királyokként születtek meg, hogy több mint 2000 év után itt Magyarországon, és nem csak itt Magyarországon, hanem még több ezer kilométerrel arrébb is hatása van az emberek életére, az életműve, a beszéde, a cselekedetei, példaértékűek, hatással vannak az életünkre. És ezt tudod, hogy mi? Ez Istennek a szelleme. Ez Istennek a szelleme. Hogy rád is rá tud szállni ez a szellem. Rád is, ugyanez a szellem, téged is ezt tud hatékonyá tenni. Nem az emberi képességeink tudják ezt megcsinálni. Nem az emberi származásunk, a pozíciónk tudja ezt megcsinálni, hanem az Istennek a szelleme, aki rajtunk keresztül tud működni. Ő meg tudja ezt veled is tenni, amit Jézussal megtett. Meg amit a többi apostolokkal. Miért tudtad volna, hogy egy halászember, aki érted, halászott egész életébe, amíg Jézussal nem találkozott, hogy utána olyan nagy befolyása lesz és hatalma lesz 2000 év után is, például, mint Péter apostolnak. Pedig úgy élte az életét, hogy ő halászott. Neki az volt a legnagyobb gondja, hogy éppen akkor este fogott-e halat, vagy nem. Nem tudom, de ilyen mindennapos elfoglaltságai, meg problémái voltak, hogy mester, egész éjjel halásztunk, de nem fogtunk semmit. Ez volt neki a legnagyobb problémája. És ezt az embert elhívja Jézus. És érted, a mai napig hatása van a levelének, a beszédeinek, a cselekedeteinek. Óriási dolgok vannak benne. Én ezt csak azért mondtam, hogy lásd magadat, hogy rajtad keresztül is Isten akar munkálkodni, cselekedni, és rajtad keresztül akár történelem formáló emberré tud alakítani. Hát ez, te előtted is nyitva van az út. De ne legyél annyira magadba süllyedve, mert most szerintem a legtöbb keresztény úgy reagál, oda menne Jézus, gyere, kövess engem, mester, nem látod?
Teljesen az életem nulla. Otthon semmibe vesznek. Nem látod hát a számlákat, hogy a csekket befűzessen. Hát mit akarsz velem? Hát nagyobb gond, hát a gondjaim is nagyobbak, mint hogyha még pluszba elkezdenélek téged követni. Tehát Péterék nem ezt csinálták. Ők tudták nagyon jól, ja, a mester szól, akkor megyünk. Ha szól, megyünk. Ha azt akarja, hogy haladjunk tovább, megyünk tovább, ott hagyjuk a hálókat, ha kell, ott hagyjuk a hálóinkat. De akkor hogy fogsz, hát de csak halászathoz értesz. Hát mit fogsz csinálni? Értek a hitben járást? Hogy mi sokszor annyira be akarjuk biztosítani magunkat, hogy elfelejtünk hitben járni. És annyira lekötik a világnak a gondjai az életünket, hogy mi magunk is elfelejtünk a vizen járni. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy ezt a képességet ne felejtsük el. Tehát azt mondja, az az indulat legyen bennetek, ami volt Krisztusban. Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, önmagát mit csinált? Megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Tehát engedelmes volt végig. Miért? Mert a hatalom az így tudott működni az életébe. És ezután tudta azt mondani, amikor mindvégig engedelmes volt, és utána föltámadt a halálból, azután tudta azt mondani, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát az engedelmesség által, Isten az engedelmesség által adja át a hatalmát. És ez viszont ugye sokszor az ember akaratával összetűz. Mert más a mi akaratunk, és más az Isten akarata. Sokszor azt mondja, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Amiképpen magasabbak az én utaim, tehát az ég a földnél, olyan magasak az én utaim a ti utaitoktól. Itt az a kérdés, ez az engedelmesség, ez mindig az akaratban nyilvánul meg. Tehát nem az, hogy én azt gondolom, hogy engedelmes vagyok, hanem az, hogy az én akaratomat alá tudom-e rendelni az atyának az akaratának. Például, ahogy Jézus is a Lukács evangéliumában, ugye, amikor a Getsemáné kertben volt, emlékeztek, amikor vér folyt neki ima közben a homlokából, ezt izzadt, a vércseppeket izzadt, és gondold el, hogy az volt a tét, hogy most bármikor fölkelhetek innen, és elmehetek. De nem kelek föl, mert Isten akaratának akarok engedelmeskedni. És ezért is mondta az atyának, hogy atyám, ha lehetséges, múljon el ez a pohár. Tehát, hogy ez tűnjön el az én életemből. De azt mondja, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Tehát az engedelmesség és az akarat összefügg. És az akaratot alá, tehát látod, hogy ahogy Jézus is tudta, hogy az atyának az az akarata, hogy most ott maradjon a Getsemáné kertbe. De Jézusnak az emberi akarata az volt, hogy én föl akarok most kelni innen, és el akarok menni. És melyiket választom? Ennek a döntése vércseppekben jelent meg, ez a küzdelem benne vércseppekben jelent meg, tehát ott azon a helyen. És gondold el, hogy amikor jött a vér belőle, azt mondja, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.
Tehát letette az életét, letette az akaratát az Isten akaratához, és azt mondta, inkább a te akaratod legyen meg, és ne az enyém. Mert könnyű most azt mondani, gondold el, csak a tétjét nézd meg, ha ma te tudnád elmondani azt, hogy minden hatalom a tied a mennyen és a földön. Csak azért maradok csöndben, hogy egy kicsit beleízlelj ebbe. Mi lenne, ha tied lenne minden hatalom a mennyen és a földön? Jó lenne? Hát én örülnék neki, most nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de hát figyelj, hát szerintem minden hatalommal rendelkező ember örül annak, hogy hatalma van. Gondolj, amire mi énekeljük azt, hogy az ő nevére mindent ért, nem minden ajtó megnyílik. Hát emberek, vannak ilyen nevek ma is a társadalomban, hogy az... valakinek, egy embernek a nevére meg tudnak nyílni ajtók, igazgatóknak, elnököknek, különböző szervezetek vezetőinek az ajtói megnyílnak bizonyos embereknek a nevére. Azt nem mond, hogy ez nem jó. Hát de így működik az üzleti élet, így működik a politikai élet, így működik a gazdasági élet. És minden más is igazából így működik. És ez nem feltétlenül rossz. Ez a hatalom. Hát ez a hatalom. És gondold el, hogy Jézusé minden hatalom menjen és a földön. Gondold el, de hogy lett az övé minden hatalom menjen és a földön? Mert most milyen jó, hogy Jézus nevére meghajol a különböző lényeknek a térdei. Milyen jó az, hogy Jézus nevére meg tudnak gyógyulni a betegek, meg tudnak szabadulni a foglyok, üdvösséget lehet kapni, újjá lehet születni Jézusnak a nevében. Valóságos dolgok tudnak megtörténni ebben a névben. De mitől van ennek a névnek ekkora hatalma? Itt ez a kérdés. Mitől? Attól, hogy minden hatalom neki lett adva. De hogy lett neki adva minden hatalom? Az engedelmessége által. Az, hogy ő vért izzadt a Golgota előtt a Gecsemáné kertben. Az, hogy ő az engedelmességében az akaratát legyűrte, önmagát gyűrte le, hogy az Isten akarata valósuljon meg. Nézzétek meg, mekkora tétje van ennek. Nézzétek meg, hogy ha ezt nem tette volna meg Jézus, akkor mi most hiába mondanánk azt, hogy Jézus nevében. Az engedelmesség áthozza a hatalmat te hozzád. A hatalomra úgy tudsz szert tenni, ha engedelmeskedsz. Szellemi hatalomra úgy tudsz szert tenni, ha engedelmességben jársz. Gondold el. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy hozzá lehet jutni Istennek a hatalmához. Miért? Mert Isten mindent a hatalma szavával tart fönt. Mindent, mindenre kiterjed az ő hatalma. És ha hozzád is elér ez a hatalom, és rajtad keresztül is tud működni ez a hatalom, akkor viszont te is befolyásolni tudod ezt a világot. Te is befolyásolni tudod, hogy mi történjen veled. Nem kell, hogy valaminek te, tehát úgy legyél alatta, tudjátok, mint a víz, hogy ugye a hajókkal az történik, amit a víz, vagy a csónakokkal, hogy ahogy éppen milyen ereje van a sodrásoknak, hogy sodorás alatt van az életünk. Ide-oda sodródunk. A gondolataink miatt, az érzelmeink miatt, az akaratunk miatt, és ebben a sodródásban éljük az életünket. Ennek nem kell így lennie. Nem kell úgy lennie, hogy azt várjuk, hogy valami történjen velünk,
amikor van hatalmad arra, hogy te befolyásold az életedet. Te uralkodjál az életedben. Te kaptál a Róma 5 alapján, te kaptál olyan ajándékokat Istentől, amelyeken keresztül uralkodni tudsz ebben az életben. Neked van erre hatalmat, neked kell használnod ezt a hatalmat. Ezt nem fogja senki más használni te helyetted. Ezt neked kell megtenned. De ahhoz, hogy az legyen meg, most, tehát ne érts félre, de úgy, hogy tehát meg tudjon valósulni az Isten igéjének megfelelően a te akaratod, mert nem minden akarat tud megvalósulni. Az, mert van egy szándékunk, van egy akaratunk, egyrészt annak ideje van. Tehát nem biztos, hogy a megfelelő időben van ott. Először azt kell megnézni, hogyha van bennem egy akarat, hogy az az akarat Isten igéjével összefügg-e. Ha összefügg, tovább tudok menni. Tehát, hogy nagyobb esélyem van rá, hogy meghallgat Isten, hogy azt, amit szeretnék, az meg tudjon valósulni. A második, ha összefügg Isten igéjével, akkor meg kell néznem, hogy az időzítése megfelelő-e. Tehát, hogy akkor van-e annak az ideje ott, vagy máskor. Van olyan, hogy az ember, nézzétek meg Izrael fiának az életében, ebben nagyon nagy bölcsesség van. Van olyan, hogy Isten azt mondta nekik, foglaljátok el az ígéret földjét. Nem akartak. Isten azt mondta, 40 év múlva. De erre ők azt mondták, most akarjuk. Erre elmentek, meg akarták csinálni, de nem volt már ott az időzítés eltolódott. Van ilyen. Hogyha rosszul reagálunk bizonyos dolgokra, akkor Isten az időzítést áttekeri, és utána már te hiába, amikor nyitva volt az a lehetőség, hogy megtörténjen az életedbe, és nem használtad ki, az nem azt jelenti, hogy következő héten már folytathatod tovább, hanem lehet, hogy várnod kell még egy évet, vagy két évet. Van ilyen, hogy az időzítésben, tehát nem automatikus az, hogy mindig fönnáll, az, hogy az a szándék, az az akarat, az megtörténjen. Mert ha elmulasztjuk annak a lehetőségét, akkor Isten kitol, lehet, hogy azt mondja, két év múlva újra próbálkozhatsz. De te azt mondod, de én most megértettem, én most, oké, megértettem ezt, Uram, most akarom. Most már nem ennek van az időzítése itt. És ez volt, látjátok, Izrael fiaival az ígéret földjénél, hogy kitolták 40 évre, mert nem vették észre akkor, amikor beléphettek volna, nem vették észre, hogy az a kapu, az az ajtó, az az időzítés nyitva van azokban a napokban. De amikor leteltek azok a napok, és rosszul reagáltak, és a beszédjükkel, és a szándékukkal, és az akaratukkal ellenálltak ennek, akkor Isten bezárta azokban a napokban levő nyitott ajtókat, és áttolta 40 évre, és azt mondta, legközelebb ez az ajtó csak 40 év múlva lesz nyitva. És utána akármit csináltak, nem tudtak bemenni, hanem megpróbálták, de legyőzték őket a kananeusok. Nem érdekes? És van ilyen emberek, hogy eltolódik az időzítés. És ezért nekünk azt kell megnéznünk, bölcsességre kell szert tennünk, hogy az, ami nyitva volt tegnap, az a lehetőség, az most nem automatikusan van nyitva, mert minden az időnek megfelelően zajlik, ahogy mondja a példabeszédek 3, vagy a, igen, prédikátor 3, hogy mindennek megvan a rendelt ideje. És ha az lement, legközelebb az Izrael fiainak volt 40 év múlva, nekünk lehet, hogy azt mondja, csak fél év múlva újra próbálkozhatsz. Most nincs itt ennek az ideje már. Már nem aktuális Istennél. És van ilyen, hogy valami csak pár napig egy lehetőségként felmerül, és utána már nem aktuális az Istennél. És lehet, hogy Isten összhangban van az Isten igével azt, amit szeretnénk, de már Istennél nem aktuális az a dolog. És az ember azt tapasztalja, hogy ellenállásokba ütközik, meg mindenféle dolgokba, és legközelebb majd csak egy bizonyos idő után nyílik meg újra egy ajtó. Tehát ezért bölcsek legyünk. A bölcsesség azt jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy van egyetemi diplomám, bölcsészi diplomám, bár legyen.
Érted? Tehát menjetek el tanulni. De az a lényeg, hogy a bölcsesség Istennél nem az ismeretnek, az információknak a tömt elege, hanem a bölcsesség az azt jelenti, hogy észreveszed-e az időket, értelmezed-e azt a helyzetet, amiben benne vagy, és rádöbbensz-e arra, hogy mit kell cselekednem ott, akkor, abban az időben, mi az Istennek a terve, és a helyes cselekedet ott, akkor. Mert ugyanaz a cselekedet holnap már nem biztos, hogy az lesz. A bölcsesség ahhoz kell, hogy az alkalmakat, a helyes a megnyílt lehetőségeket, tehát az alkalmakra a megfelelő helyes cselekedetekkel reagálj. Ha nem azt csinálod, bezárodnak a lehetőségek. Nem azt mondtam, hogy örökre, egy időre. De ha ott, akkor akarod, tehát az ember konokul, ragaszkodik az, de akkor is, akkor sokkal nagyobb balhéba kerül az ember, és sokkal nagyobb károk történnek, mint hogyha várna, amire Mózes is mondta, várjatok, most már ez nem aktuális. Majd legközelebb 40 év múlva megpróbáljuk újra. De ők akkor is most menjünk. De azt mondja, ez károtokra lesz, hogyha most mentek. Ha tegnap mentetek volna, az még oké lett volna. De ha ma akartok menni, ez már károtokra lesz. Nem, mi megyünk. El is mentek, kész vége. Az Isten dicsőségének a ládája nem is követte, nem is ment velük. Tehát nem is adta oda Mózes. Kikaptak az ellenségtől. Miért? Már bezárodott az ajtó, és nem itt volt. Már nem az a lehetőségnek már nem volt helye ott. És igazából, amikor ilyen van, és adja az Úr, hogy felfedezzük az életünkbe, hogy melyek ezek a dolgok, akkor az ember imádkozom, hogy Uram, ugye valamikor adsz még lehetőséget. Mert van ilyen, hogy elszalaszod, és nem kell ezért károsztatnod magad. Nekem is több ilyen volt. Aztán Isten megadta, hogy újra megnyitott lehetőséget. Igaz, hogy eltelt, vagy 5 év, de megnyitott újra lehetőségeket, amit előtte bezárodott, amikor bezárodott, ennyi volt. 5 évig hiába akartál volna, semmit nem tudtál volna csinálni. 5 év után újra megnyílt egy lehetőség, és bemehetett oda az ember. És ezért jó az, ha az ember ott akkor abban a helyzetben észreveszi, és ebbe kell a bölcsességnek lennie. Hogy mit kell ott csinálnom. Hogy arra kell vigyázni, hogy ott nem ahogy szoktam általában csinálni, és ahogy szoktam általában gondolkodni azokról a dolgokról, hanem ott akkor más döntést kell hozni, és szokatlanul kell dönteni akkor. És akkor tudsz bemenni abba a helyzetbe. És adjon Isten, én kívánom azt nektek is, meg magamnak is, hogyha volt olyan, amit még tudod, bezárodott lehetőség, hogy Isten, nyisd meg még egyszer. Oké, lehet, hogy még egy kört kell tennem. De nyisd meg a következő kör után azt a lehetőséget, és újra add meg, hogy az létre tudjon jönni. És ez kell, hogy észrevegyük ezeket a dolgokat. Jó, nem? Nagyon jó. Nagyon jó az ige, nem? Tehát az engedelmességgel ott megnyílt az, hogy az akaratát alárendelte Jézus az Atya akaratának, megnyílt egy olyan lehetőség, hogy utána minden hatalom az övé lett a mennyen és a földön. Emberek, ne féljetek a hatalomtól. Én most csak néztem egy kicsit, hogy olyan csöndben volt azok, amikor kérdeztem, hogy ki akar ilyen hatalmat, és mindenki nézett, hogy hú, most mit vár, ha azt mondom, hogy igen, akkor az rossz, ha az, ugye nagyképű vagyok, ha azt mondom, hogy nem, akkor meg, érted, tehát az jobb, hogyha nem, de hát ez ne vallásoskodj. Hát ez így működik a világ, a hatalom által működik. Nem? Hát ez a hatalom. Értitek, ez így működik. Ez mindig így működik. Ez mindig így működött, és mindig is így fog működni. Hát a messiási királyságban is így fog működni. Hát ott nem kommunizmus lesz. Ott nem fog, tehát nem az lesz, hogy megvalósul a szocializmus végre. Tehát érted, vagy beérett a szocializmus, és kommunizmussá vált, és itt van a Kánaán.
Nem, már ott is hatalmi rendek lesznek. Ezért mondta Jézus, hogy mindig hivatkozzunk rá. Hivatkozzunk az ő nevére. Ezért mondta azt, hogy ha kérünk valamit az atyától, akkor mondjuk azt, hogy Jézus nevében. Mert neki van a legnagyobb hatalma, neki van a legnagyobb befolyása. Emberek, nem rossz a befolyás. Tudom, hogy vissza lehet ezzel élni. És tudom, hogy az emberek azért nem nagyon átlagba szeretik a hatalmat, meg a vezetőket, mert valahogy így van a magyar társadalom is így van, hogy jobb a főnököket szidni, meg a vezetőket. Mindig ki a hibás? A vezetők, a főnökök? Mindig. Itt a legjobb a főnököt szidni, akkor ott egybe az összes munkatársa jóba tudsz lenni. És ne értsetek félre, tényleg van olyan, hogy visszaélnek a hatalmukkal. De hát most figyelj, romlott ember, hát most bűnös emberek, hát érted? Hát a hatalom az el is tudja torzítani az embert. Hát ki az, aki, érted, hát nincs megváltva. Még azok is, akik, emlékszem, katona voltam és kaptam egy kis hatalmat, hát én is szórakoztam a kopaszokkal. Utána meg is bántam. Utána évekkel később találkoztam valakivel, tudod, és emlékeztem, de durva volt. Nem, jó, nem, tehát én ahhoz képest finom voltam a többiekhez képest. De mégis oda mentem, mondtam, ne haragudj, bocsáss meg nekem, hogy rosszul, tehát csináltam dolgokat. Miért? Mert a hatalom meg tudja az embert őrjíteni. Érted? Belekevedik, rájön arra, hogy azt csinálják, amit én mondok. Hát mindent, amit mondok, azt fogják csinálni. Érted? És vissza tud élni vele az ember. És ezért kell vigyázni, hogy amikor az ember tehát belekerül a hatalomba, ne éljen vissza hatalommal. Ugyanúgy a gyülekezetbe, de a családba is ugyanígy van. Hogy a férjek, az apák ne éljenek vissza hatalmukkal. De minden más helyen is, a munkahelyen is, meg a többi helyeken, ahol a hatalom megnyilvánul, nyilván, tehát nem vagyunk tökéletes emberek, de vigyázni kell, hogy ne csapjon vissza a hatalom, mert becsapja az embert. El tudja torzítani az embert a hatalom. Egy álomvilágba tud élni egy idő után, ha nagyon elszakad, akkor a hatalom egy tévképzetet hoz létre benne. És ezért van az, hogy sok diktátor tudod, nem is menekül el, mert a hatalomban olyan biztonságérzete, meg mondom, ilyen tévképzetek keletkezik, hogy amikor tényleg valós az, hogy meg tudják gyilkolni, és vége, nem hiszik el. Ugye például Ceausescu valamikor volt. Nem hitte el, hogy most hát ez csak szórakoznak, tehát ez csak felébrednek az álomból, és vége. Hát nem ébredtek föl. Miért? Mert nem vették észre, hogy egy bizonyos idő, mert a hatalom elválasztotta őket az emberektől. És nem tudták már reálisan gondolkodni. Tehát meg kell, hogy maradjon az embernek a realitása. De van egy jó hírem, Jézusnak megvan a realitása. Őt nem torzítja el a hatalom. A sátánt eltorzította. Nézd meg a sátánnál, amikor kapott hatalmat Istentől, mi volt? Eltorzult, elkezdett torzolni, és azt mondta, még több hatalmat szeretnék. Még nagyobb akarok lenni. Még annál is nagyobb akarok lenni, akitől a hatalmat kaptam, és aki a hatalomnak a forrása. És elindult egy rombolás a személyiségében. Miért? Mert nem tudta, hogy hol a helye. Tehát nekünk meg kell tanulni először, hogy hol a helyünk. Nem tudunk átlépni hatalmi szférákat csak az engedelmességgel, és akkor tud Isten még nagyobb hatalmat adni. Következő. Ugye, mert az engedelmességnek az ellentéte viszont a lázadás. A lázadásnál az 1 Sámuel 15:23-ban van benne, hogy ugye azt mondja, mint a varázslásnak a bűne, olyan az engedetlenség, és itt az eredetiben, ahol az van, hogy engedetlenség, az lázadás van. Tehát a bálványozás és a bálványimádás, mint az ellenszegülés. Nézd meg, mit mond, mivel te megvetetted az Úrnak a beszédét,
ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Most mit vetett meg igazából a Saul, ha megnézed? Mit vetett meg? Azt olvasod, hogy maga az Úrnak a beszédét elvetette. Én azt látom, hogy ő igazából, ha megnézem az írást, akkor azt nem vetette el. Tehát maga az írott Isten igét nem vetette el. De ott, amikor ott, abban a helyzetben, abban az időpontban a Sámuel mondott neki valamit, azt viszont elvetette. Érted? Tehát, hogy nem az írott igével volt Saulnak baja, és amikor tőle számon kérte ezt a próféta, hogy megvetetted az Úrnak a beszédét, akkor nem az Isten írott igéjét vetette meg, hanem nem értette meg, nem volt benne bölcsesség a Saulban, hogy azt meglássa, hogy ott abban a helyzetben ezt, ha nem csinálom meg, ez lázadásnak számít Isten előtt. És nem vette azt észre, hogy ott az emberektől való félelem bejött az életébe, ami utána tönkretette sorozatosan az életét. Tehát már előtte is ez megmutatkozott, hogy félt az emberektől. Nem szabad félni az emberektől. Az emberekben tehát egy lehellet van mindenkibe. Most persze tele vagyunk akarattal, tele vagyunk, érted? Tehát önmagunkkal kapcsolatban, hogy fú, ezt csinálom, azt csinálom. Persze, ha Isten megengedi. Érted? Nem tudhatod. Hát annyi mindent hall az ember, hogy egy véletlen szerencsétlenségben ugye vége, kijön a testéből az ember, meghal, kimegy a szelleme, na és utána mit tudtál csinálni? Az az erős akarat, érted? Hát ami volt a Hámánnál például, érted? Megölöm az összes zsidót. Én meg akarom ölni, és tele volt az akarata, és volt hatalma is hozzá. És nézd meg, Isten egy éjszaka alatt megfordította az eseményeket, és ott lógott azon a fán, amit azért készített el, hogy Márdokeus lógjon ott mindenki szeme láttára. És mi lett az akaratával, a szándékaival, mindennel, ami benne volt, mi lett vele? Semmi. Eltűnt, elpárolgott. És az ellenkezőt, tehát amit ő kitalált, annak az ellenkezőt Isten véghez vitte és megvalósította. Nem érdekes? Tehát mi emberek tényleg olyanok vagyunk, ha Isten megengedi, hogy megcsináljuk, ha Isten akarja, és támogat abba, akkor megcsináljuk. Ha nem, akkor elég nagy képűség, majd én megcsinálom. Hát ki vagy te, hogy megcsináld? Ki vagy te, hogy tudod, hogy az fog-e megtörténni, amit te akarsz, hogy megtörténjen. Nem? De az ember úgy van vele, Isten segíts, hogy megtörténjen. Mert van egy nagyobb hatalom. Miért? Mert ezzel tudod, mit jelent? Elmondok neked egy nagyon durva dolgot. Hogy igazából nem is mi rendelkezünk az életidőnkkel. Csak úgy tűnik. Nézd meg! Tehát nem, igazából honnan tudod? Hát ha te rendelkeznél, honnan tudod, hogy meddig élsz? Hát ha ilyet nem tudsz eldönteni, azt gondolod, hogy van hatalmad e fölött? Annyira van csak hatalmunk, amennyit Isten megenged, hogy véghez vigyünk. És amiben beenged bennünket. És azt mondja az ige, hogy ha Isten jó valakihez, akkor ad neki egy jó feleséget, ad neki olyan foglalatosságot, hogy élvezi azt, amit csinál, és ad neki kajákat, hogy egyen, élvezze az ételeket is. Azt mondja, hogy örömmel legyen az életbe. Nem? És azt mondja, ehhez jó, tehát ez az ember, ez jó, tehát jól viszonyul az Isten. Mert megadja neki, hogy örömmel legyen az életben. Mert ez az Istennek a hatalma, értitek? Nem a mi hatalmunk, nem mi vagyunk ilyen nagyok. Nem mi tudjuk megvalósítani, csak azért, mert én elképzelem. Mert ki vagyok én? És ott történnek a nagy dolgok. Ott tud a nagy hit előjönni, ahogy a százados hozzált. Uram, én egy hatalmasság alá rendelt ember vagyok. Hogy az ember rádöbben, hogy vannak korlátaim. Lehet, hogy van hatalmam, de vannak korlátok között élek. És engem is korlátoz a hatalom.
Értitek? Ekkor tud felszabadulni a nagy hit, amire azt mondta Jézus, hogy ennek a századosnak nagy hite van. Na mit szóltok? Hát igen, nézzük meg a szolgálaton keresztül, tehát a hatalomnak a megnyilvánulását, 3 Mózes 10, 1-es és 2-es verszaka. De látjátok, ilyennel is összefüggésben, mert nagy, tehát ott állnak az emberek a zsinagógába, és el vannak ámulva. Hú, micsoda hatalom ez! Hát de emberek, mi van a hatalom mögött? Hogy keletkezik az a hatalom? Hogy jön az a hatalom az ember életébe? Mit kell ahhoz csinálni, hogy az a hatalom megnyilvánuljon rajtam keresztül is? És az már, az sose könnyű. A hatalom az soha nem olyan, csak amikor nincs benne az ember, akkor van benne az emberben az, hogy nekem is kell az a hatalom. Hát ha tudnád, hogy mivel jár az, akkor nem biztos, hogy kéne. És itt azt mondja az igen, Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vettek egyen-egyen az ő tömjénezőjüket, és tettek azokba szenet, és raktak arra füstölőszert, és vittek az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt nekik. Tűz jött ki azért az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. Tehát itt azt látjuk, hogy az idegen tűz áldozása és az igazi tűz áldozása hasonlított egymásra. Tehát külsőleg, ha neked nem mondaná az ige, hogy az idegen tűz volt, akkor nem láttál volna különbséget a két tűz között. Értitek? Tehát ugyanúgy tömjénezőket vittek, ugyanúgy tüzet vittek. Most honnan lehetett volna tudni, hogy az nem az igazi tűz volt, hanem ez emberi szándékból gyújtott tűz volt, amit a Nádáb és Abihu önmaguk akaratával akartak vinni az Úrnak. Tehát mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy az igazi szolgálat vagy hatalom átadás az Istenből indul ki. Azt nem lehet, tehát lehet próbálkozni megragadni azt, de az nem fog működni. Mert az igazi tűz, tehát azt Isten adja, az a mennyből jött, mert ugye itt nekik úgy kellett vinni tüzet, hogy az oltárnak a tüzéből kellett meggyújtaniuk a papoknak a tömjénezőjüket, de viszont ez az oltárnak a tüze, az viszont a mennyből jött először. Tehát azt nem ők gyújtották, az nem egy sima emberi tűz volt, ami meggyulladt, tehát valahogy tehát meggyújtottak valamit, és akkor abból keletkezett az oltárnak a tüze, hanem az oltárnak a tüze az úgy keletkezett, hogy az első áldozat, amit odavittek az oltára, arra imádkoztak, és arra a mennyből Isten tüzet hozott le, meggyújtotta az áldozatot, és meggyújtotta az oltárt. És azt a tüzet kellett folyamatosan, ez volt a papoknak a feladata, hogy azt a tüzet kellett, ami a mennyből jött le, azt kellett életben tartaniuk. Hogy mindig legyen olyan tűz, ami az Istentől jött le. És amikor mentek és összepakolták a mózesi sátrat, akkor mindig külön kellett vinniük azt a tüzet, és abból a tűzből kellett gyújtaniuk, tehát újra az oltárt, és a többi, amit az Istenből jött le, a mennyből, az a tűz. Ez így működik, a szolgálat is így működik. Hogy nem az emberi akarat és az emberi indulat az, tehát be lehet gyújtani emberi akaratból is, és emberi indulatból is lehet tüzet gyújtani. De az Isten arra ítéletet mondott ki. Azt nem támogatja Isten, az visszaüt azokra az emberekre, akik emberileg indítják el, emberi akaratból, emberi szándékból indul el
arra mindig visszaüt annak a szolgálatnak a következménye. Például, hogy itt is, hogy Abihuék égtek meg, és a Nádáb égett meg, akik vitték ezt a tüzet. Ezért kell nekünk, ez nem azt jelenti, hogy ne szolgáljunk, de viszont azzal tisztába kell lennünk, hogy hol vannak a határaink. Tisztába kell lennünk azzal, hogy mit enged meg Isten, hogy tegyünk meg, és ne lépjünk át olyan dolgokat, mert ez a tűz, ez visszaüt. Ez egy nagy tanulság. De most, oké, akkor ott van, azt mondod, de hát tehát ők is Isten szolgái voltak, és most akkor hogy van ez az egész, hogy akkor hogy tudom megkülönböztetni az igazi szolgálatot a hamis szolgálattól? Mert ugye mind a kettő hatalom, tehát igényt tart arra a hatalomra, amit Isten adott át, tehát az átadott hatalomra mind a kettő igényt tart. Mert mind a kettőnél megjelenik az a késztetés az emberbe, hogy engedelmeskednem kell. Ugye? Tehát megjelenik ez. Akár igazi a szolgálat, akár nem igazi. Akkor honnan tudom? Nagyon egyszerűen. Nézd meg a lelki ismeretedet. Mert a Szent Szellem a lelki ismereten keresztül ad bizonyságot arról, hogy kinek engedelmeskedj. Tehát nem a tudatod, tehát nem rá kell erőltetni különböző bibliai versekkel ráerőltetni, hogy kinek engedelmeskedj. Érted? Hanem belül a szívben, belül a lelki ismeretben jelenik az meg, hogy de hát én engedelmeskedni akarok. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye beszéltem arról, hogy van tehát többfajta tekintély is lehet, és van, aki bele tud állni ebbe az akarat, tehát az idegen tűzzel, az emberi tűzzel bele tud állni szolgálatokba, és tekintélyre tud szert tenni, és azt mondja, hogy nekem engedelmeskedned kell. De biztos? Tehát azért kibuknak, tehát a hatalom gyakorlása közben kiderül az, hogy ki az, aki magához vette a hatalmat, és ki az, aki kapta a hatalmat. Ez két különböző módon reagálnak különböző helyzetekben az emberek. És itt, tudod, az embernél ott van az, hogy nem, tehát én nem. Valami itt belül az, hogy nem. Érted? És az óriási volt, nekem nagyon nagy áldás volt, amikor átjöttünk a híd gyülekezetébe, 92 vagy 93-ba átjöttünk, és emlékszem, hogy addig, tudod, hogy az ember érzi azt, hogy olyan vezető volt abban a másik gyülekezetben, aki magához ragadta a hatalmat, és nem épült, mindig leépülés volt a gyülekezetben, folyamatos leépülés. És amikor átjöttünk, emlékszem, hogy ültem a BS-be, hallgattam Sándort, és mondom, na ez az. Én szeretnék engedelmeskedni. Előtte mindig behúztam a kéziféket. Mert annak az embernek a szolgálattára mindig az volt, hogy ez annyira pszichikai. Én ezt nem akarok. És ilyenkor az ember belül ugye behúzza a kéziféket, és azt mondja, hogy nem akarok. De akkor lázadó vagyok. De hát akkor inkább legyek lázadó. És tényleg úgy volt az ember, hogy de hát akkor lázadok. De hát az a jó, ha lázadok. Mert különben, ha nem lázadnék, akkor én megyek tönkre. De viszont ezt vigyázni kell, mert hogyha meg Istentől való tekintéllyel csinálja ezt az ember, akkor ott nem megvédi magát az ember, hanem leépül. Mert egyik helyen, ahol kell, ott ez se jó. Érted? Az a durva, hogy nem jó, mert ha ez beépül az emberbe, akkor fog lázadni olyan tekintély ellen is, aki tényleg Istentől van. Tehát nagyon bölcsnek kell lenni, hogy hol a határ, hol húzódik meg. Ezért kell vigyázni ott is, amikor gyülekezetet hagy el az ember. Mert utána ki tud alakulni az ember, vagy nagyon könnyen ott hagyja a következő gyülekezetet is, meg a következőt is. De akkor hol van az, hogy érted, hogy ott marad, ahol Istentől a helye van? Értitek? Tehát erre nagyon kell vigyázni,
mert utána nagyon könnyűvé tud ez válni. De belül az embernek a lelki ismerete belül ott megragadja az embert, és azt mondja, ez az, nekem itt a helyem, ez kell nekem, ez az, tehát én engedelmeskedek, mert én akarok belülről fakadóan engedelmeskedni, nem azért, mert kikényszeríti valaki ezt belőlem, különböző igékkel. Nem? És emlékszem, mindig jöttek, tudod, a zsidókhoz írt levéltől, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, mint szokásuk némelyeknek. És akkor megnéztem az eredeti görögbe, szerencsére tudtam görögül, tehát ez egy kicsit. És akkor nézem, el nem hagyván az Isten tiszteletre való járást. És akkor érted, jön ez a károsztatás, vádló érzés, hogy én elhagytam a gyülekezetet. Tehát ott nem arról van szó, hanem arról, hogy ne hagyjam el az Isten tiszteletre való járást. Nézd, nem hagytam abba. Én járok, most már kétszer is egy héten. Ugye akkor szerdán meg szombaton volt. Akkor járok, hát akkor semmi baj nincs. De akkor mi ez a vádló, károsztató valami massza, ami akar jönni az életembe, hogy érted, hogy belül, tehát rájöttem, hogy na ez az emberi psziché. Ez a hatás, a beszédek, a gondolatok, az indulatok, az érzelmek, amivel le akarnak nyomni. Egyik barátom eljött, és akkor tanácsoltuk neki, hogy nem kell találkoznia azzal a vezetővel. Aztán mégis találkozott, mert úgy volt vele, hogy tehát azért mégiscsak itt szemtől szembe, és akkor úgy engedte útjára, hogy oké, elmész, de tudd meg, hogy akárhányszor az oltára viszed az áldozatodat, nekem panaszom van ellened. Tudjátok, ugye értitek, mire gondolok. És akkor mondtam neki, felejtsd el, ez hülyeség. Na ez a varázslás. Ez a törölmetszett varázslás. Érted? Még nem elég, hogy nem tudja megtartani, de még utána még küld egy olyan igét, érted? Amivel utána még károsztatja magát évek múlva is. Érted? Valakinek panaszon. Ha panaszod van, akkor bocsáss meg. Ennyi az egész. Engem nem foglalkoz. Tehát ilyennel nem lehet beetetni. Tehát tudod, az emberek egy ilyen felkelmés panaszod van. Hát ha jogos, hát nézzük meg, jogos-e egyáltalán? Miért kéne az jogos panasznak lenni, hogy én akarok jönni abból, arról a helyről? Az miért kéne nekem ott maradnom? Nem? Hát ha leépülök, meg minden történik velem, hát én nem akarok ott maradni, hát én nem vagyok a magam ellensége. Nem, hát épülni szeretnék. Azért értem meg, hogy Jézus Krisztussal járjak. És akkor érted, ott van az ember, hogy jártam egy évet talán, és nézem, miért nem épül az életem? Miért nem épül a szellemi életem? Én többet akarok, ennél több is van emberek, mint amit eddig tapasztaltam. Van bennem egy éhség. Tehát nem hagyom, hogy az éhségemet betömjék. Mert azt mondta Jézus, hogy boldog az, aki érzi, és szomjú hozza az igazságot, mert azok elégítetnek meg. Ha én jól lakott napközisként vagyok ott állandóan. Érted? Akkor nincs bennem semmi tűz, nincs bennem, ami újra és újra előre vinné a szellemi életemet. Hát akkor valamit elrontottam. Ha unom a kereszténységet, ha unom az Isten tiszteletet, ha unom az igét, ha unom a Bibliát, ha unom az imát, akkor valami nincs rendben. Akkor valahogy közben megmérgeztek. Valahogy, érted, ki kell jönnöm ebből a helyzetből, állapotból, mert nem akarok mérgezett lenni, nem akarok, hogy meghalni, érted, hanem szeretnék élni, és növekedni, és fejlődni, és épülni, és újabb és újabb a szellem birodalmába, újabb és újabb területeket meghódítani. Értitek? De kell a hatalom is.
ez szükség van. Szellemi hatalomra is szeretnék szert tenni. Ne féljetek a hatalomtól. Olyan csöndben voltatok, amikor kérdeztem, és megint visszahozom ezt nektek, hogy érted, hogy ki az, aki szeretné, hogy a hatalom. Hát ez a legjobb dolog. És most azért, mert visszaéltek vele emberek, és korruptá váltak emberek, attól még jó dolog a hatalom. Attól még kell, hogy a jó hatalom működjön. Mert hogyha nem működik, hogy mennek ki a démonok? Hogy használom Jézusnak a nevét? Hát kimondom, hogy Jézusnak a Jézus nevében. Ha valami csak történjen már. Nem? Ha valaki csak nyerjen már üdvösséget. Ha valaki csak gyógyuljon már meg, ha van ilyen, hogy Jézus neve. Ha valahogy töltsük már fel a Jézusnak a nevét, ahogy a tanítványok emlékeztek. Kiüresítették nekik a nevet, a környezetük, az emberek félelmekkel teletöltötték őket, megverték őket. Istenem, mondják, imádkoznak, atyánk, mondja, ugye, hogy te vagy az Isten, vagy te vagy az Úr, ugye ott az Apcsel 4-ben, és akkor néztem az eredeti kifejezést, tudod, azt mondja, atyánk, te vagy a despota. Jé, Isten despota. Mert ezt mondták, amikor azt úgy fordítja, hogy te vagy az Úr, az Apcsel 4-ben, akkor az van, hogy despota. Képzeld el, Isten despota. És ő uralkodni akar, érted? És nem negatívan despota, hanem pozitívan despota. És ő uralkodni akar. De hogy tud uralkodni? A néven keresztül. Mit csinált a névvel? Hatalommal kell feltölteni a nevet. De hogyha mi nem, érted, hogyha mi nem rendelkezünk hatalommal, mivel töltjük fel? Hát mi, a mi szívünk, ne gondoljátok, hogy ezek a tanítványoknak a szavai töltötték fel, a fogalmak és a szavak, ami kijött a hanguk a torkukból. Nem ezek töltötték fel, ezek csak szavak. A tartalom, a benső, amiből jöttek ezek a szavak, azzal töltötték föl. Látod, ott, ahol az van, hogy Urunk, te vagy az Isten. Na, ott az van, despota, te vagy az Isten. és ugye utána mondták is, hogy add meg, hogy a Jézusnak a nevére jelek és csodák történjenek. Tehát add meg, tehát töltsd föl ezt a nevet. Végül is ezt mondták, töltsd föl ezt a nevet, kiüresedett ez a név. Miért kellett ezt imádkozni, hogy add meg, hogy ennek a névnek a kimondása által jelek és csodák történjenek? Miért mondták azt, hogy add meg, hogy amikor kimondjuk ezt a nevet, akkor nyújtsd ki a te kezedet jelekre és csodákra. Nézd meg, hogy a Jézusnak a nevére Isten keze működésbe lép. Alapból így kéne, hogy legyen, hogy az Istennek a Jézus nevére az Istennek a keze mozgásba lendül. Ezért mondta, hogy add meg, hogy a te fiadnak, tehát hogy a te kezedet kinyújtván jelek és csodák történjenek. Hogy a fiadnak a nevében a kezedet kinyújtván jelek és csodák történjenek. Hogy van? Te kezedet kinyújtván gyógyításra. És hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak a neve által. Nézzétek meg. Kimondják Jézusnak a nevét, és elkezd mozogni Istennek a keze. Van összefüggés. De akkor ennek a névnek, miért mondta, hogy add meg? Mert feltöltötték ezt a nevet. Fel kell tölteni. Olyan, mint a dominókártya. Mert elhasználod a rajta levő egyenleget. De tényleg így van. Ne érts félre, nem a Jézusnak a neve veszíti el a hatalmát, hanem a mi bennünk, a mi szavunk által, a mi szívünk által veszíti el. De nem a neve veszíti el, az ő neve most is uralkodó. De itt az a kérdés, hogy mi ki tudjuk-e mondani úgy ezt a nevet,
hogy működésbe lépjen Istennek a keze. Mindig ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy Isten meg tudja-e tenni, vagy nem. Isten meg tudja tenni. Nem az a kérdés, hogy Isten meg akarja tenni, vagy nem. Mert Isten meg akarja tenni. Hanem az a kérdés, hogy az, akin keresztül valósulna meg, az ki van-e üresedve, vagy meg van-e töltve isteni hatalommal. És erre kérték, hogy ők, ővelük történt, nem a Jézus nevével történt valami ott az abcselbe, hanem velük történt valami. A vallásos hatalmak megverték őket, megfenyegették őket. Nem a Jézus nevével nem tudnak mit csinálni, azt felmagasztalta Isten, azzal nem tudnak mit csinálni. De az emberekkel, akik rákerül ez a név, és akiken keresztül ez a név tudna működni, azok az emberek veszítették el a fenyegetések és a verések hatására a bátorságukat, hogy használják ezt a nevet. És erre kérték itt ennél az imánál, erre kérték ebben az abcsel 4-ben Istent, hogy add meg, hogy újra bátrak legyünk. Add meg, hogy újra azzal a tűzzel, ahogy kimentünk és hirdettük az evangéliumot Jézus nevében az Jeruzsálem utcáin, hogy add meg, hogy most ugyanígy a fenyegetések ellenére, amikkel megvertek minket, megfenyegettek bennünket, meg ilyeneket csináltak, ennek ellenére tudjuk a Jézus nevét úgy kimondani, hogy te nyújtsd ki a kezedet, és működj ezzel együtt. És én így értettem azt, hogy bizonyos módon feltöltő kártya, de minket kell feltöltenie Istennek ezzel. Ezzel a szellemi hatalommal. Tehát Isten átruházza ezt a hatalmat. Át akarja neked is ruházni ezt a hatalmat. Nézd meg, hogyha odalapozunk a Máté 10-hez. Ugye azt mondta Jézus, nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Minden hatalom. Minden ajtó megnyílik előtted. Hallod? A Jézusnak a nevére vissza tudod állítani a elrontott dolgokat is. Olyan dolgok vannak benne, azt mondja, helyreállítom a napokat, az éveket helyreállítom az életedben. Helyreállítja Isten. Az idő az annyira relatív, tehát most nem akarok tehát Einstein dolgaiba belemenni, de csak a múltkor, tehát valami hatására elkezdtem gondolkodni, és tényleg, emberek, Istennél az idő másképp működik, mint nekünk. És ha Isten benyúl az életünkben, nálunk is másképp működik az idő. Nézzétek meg, hogy Isten tud olyat csinálni, hogy visszamegy az időbe. És megváltoztat dolgokat. Most azt mondod, hol van ez benne a Bibliában? Nagyon egyszerűen. Olvasd el a Ézsaiás könyvénél, melyik király volt ott? Az Ezékiás király napórája. Emlékeztek? Szeretném megkérdezni tőled, visszafele ment az idő? Visszafele ment, mert a napórán visszafele mentek a fogok. Vagyis a fogokon a fény. Tehát az árnyék. Na, hogy? Az nem biztos, mert az időnek, csak az idő működött másképp. Visszament 10 fokot az idő, mármint nem a Celsius fokot, hanem a napórán. Tehát elkezdett visszafenni a múltba, és kapott 15 évet a jövőbe. Visszafent. Tehát az idő az ebből a szempontból az, hogy éljük meg, ez relatív. Persze mi hozzákötjük, hogy a 24 óra, hogy van egy időmérőnk, amivel érted hozzá, de ki mondta, hogy így kell át Istennél? Egy nap, 1000 év. 1000 év, egy nap. Ha ő másképp éli át az időt. És mi nekünk is ezt meg tudja adni? Hát
Visszafele haladt. Vagy most mondok, hogy meg tudja nyújtani az időt. Volt ilyen? A mai napot meg tudja nyújtani. Megállít a Józsuénál. Egy napot a 24-hez 24-et tett hozzá, meg plusz egy napot még ment a nap. Mármint úgy, hogy megállt a nap, és egy 24 órás időszak keletkezett még pluszba. Tehát meg tudta azt csinálni, hogy az idő nem megállt, mert nem az volt, hogy mozdulatlanságba állt meg, és mindenki mozdulatlan, és akkor így állt meg az idő, hanem ezért mondtam, hogy relatív, mert a nap, érted, tehát minden úgymond ugyanúgy zajlott, de mégse úgy zajlott az egész. Hanem valahogy meg lett nyújtva az a nap, egy nappal. Nem tudom, hogy ez hogy csinált. Ezért Isten csodatevő. Ha tudnánk, hogy ez hogy csinálja, akkor már Isten nem lenne Isten. Nem? Hát ő csodatevő. Ő tudja, hogy ez hogy kell csinálni. Ha te tudod, akkor te is Isten lennél. De hát nem vagy Isten, és nem is tudjuk. Ez hogy működik. Az, hogy előre tud menni Isten a jövőbe. Hát egyértelmű, a proféták erről írnak, proféta írásokat olvasod, egyértelmű, hogy előre lehet menni az időbe. János is ott volt az Úrnak a napján, így kezdődik a Jelenések könyve. Nem érdekes? Tehát, hogy Isten, miért nagy kijelentés? Nagyon egyszerűen, Isten a múltadat be tudja gyógyítani. Visszamegy 10 fokot az árnyék. És kijavítja azt az emlékeidet. Nagyon egyszerűen bele tud nyúlni az embernek az emlékeibe. Mert ugye ott történt vele valami, beesett a balta a vízbe, ugye ahogy mondja a profétánál, Elizeusnál, beesett a balta a vízbe, és onnantól kezdve nem találták. Hát férj Isten, visszamegy az időbe. Honnan tudod, hogy most mi zajlik Istennél? Neked itt egy másodperc eltelik. Istennél meg ez az egy másodperc, ami nekünk itt eltelik, az Istennél meg két nap, vagy három nap. Most komoly. Hát az igaz, hogy 1000 év, egy nap. Egy nap, 1000 év az Úrnál. Hát ez igaz. Ez nem ilyen költői beszéd. Ez több helyen megerősíti a Biblia. Egy nap, gondold el, a mi 24 óránk, az tud olyan lenni Istennél, hogy 1000 év. Akkor, ha egy nap Istennél 1000 év, akkor egy óra mennyi Istennél? 42 év. Te itt ülsz 2 órája. Ez Istennél 84 év. Hát ő mennyi, és egy perc mennyi az Istennél? Mennyi? És az mennyi? 253 nap. Egy perc Istennél 253 nap. És egy másodperc? Mondom, valamikor kiszámoltam. Egy másodperc 4 nap az Úrnak. Az, hogy egy pillantást csinálsz és föl emeled a szemed, te csak ennyit érzékelsz ebből, de Istennek 4 napja volt megműteni téged. Közben, ahogy hallgattad az Isten igét, mert Isten igéje kijön, azt mondja, hogy energia van benne, élesebb minden kétélű fegyvernél, közben behatol, azt mondja, a szellemed, lélek, lelkednek a megoszlásáig, behatol a velődig. Neki 4 napja volt, egy másodperc alatt neki 4 napja volt, hogy megoperáljon. Úgy, hogy te észre se vetted, mert közben még össze is vart. Gondold el,
És egy tized másod, tehát ez nem is érzékeled. Gondolj, Isten meg tudja azt csinálni, hogy mi így jegyzetelünk, beszélek, csinálok, tehát érted, hogy figyeltek, és közben Isten mondjuk milliómod másodpercekre szétvagdalta az időt, és neki még ott is volt egy 6 órás műtétje. És te csak azt veszed észre, hogy csak itt ültél, és valami történt. De úgy igazából nem fogtad fel, hogy mi. De hogy valami más. Most másképp érzed magad, mint ahogy leültél. Értitek, hogy másképp működik az idő az Istennél. Ezért pillanat alatt meg tudja változtatni a helyzetet. Pillanat alatt. És én ebbe hiszek, hogy Istennek az igéje ilyen. Ez igaz. Ez nem ilyen metafora, hogy Isten igéje élő és ható. Tele van energiával az Isten igéje. Az éles, nagyon éles az Isten igéje. A szikéknél, a lézer sebészetben a levő, tehát lézernél is, mindennél. Tehát ő olyan éles, hogy még a sejteket és a sejteken belüli fehérjéket is külön úgy el tudja vágni, hogy nem okoz bajt a másik sejtbe, vagy a fehérje molekulának a másik fehérje molekulában. Mert olyan éles az Isten igéje. És az behatol, azt olvasod, behatol olyan helyekre, ahol emberi vágóeszközök nem tudnak a szellemnek és a léleknek a megoszlásáig. Szét tudja választani a pszichét. Tehát tudja, hogy hol van az a határvonal, ahol szét tudja választani, ahol szét kell választani. És szétválassza. És bemegy, azt mondja, a velődbe. A velő az hol van? Bent. Be kell hatolni a bőr. Gondolod, az Isten igéje milyen? A bőrödön áthatol. A bőröd alatt, akkor jönnek az izmok, akkor alatta jönnek a különböző szervek, azokon is átmegy, egészen bemegy a gerincig, a csigolyákig, bemegy a csigolyákon keresztül a velőkhöz. Na ez ilyen, na erről beszélek neked, erről az Isten igéről. Amelyik ezt csinálja, érted? Amelyik ezt tudja megtenni. Akinek nincs akadálya, kinyújtod a kezed, hogy nem kell, és áthatol a kezeden az egész. De ment a csontvelődbe. Hát ezért, akiről mi beszélünk, az olyan személy, aki előtt mindannyian nyíltan, tehát az, ugye azt mondja a zsidókhoz itt evél, hogy mesztelenek vagyunk ő előtte. Nyílt, tehát az életünk nyílt ő előtte. Hát mondom neki, az a foglalkozás, hogy azt nézi, hogy a szívünket fürkészi, és a vesénket vizsgálja. Tehát ő ezt figyeli. Mi azt figyeljük a tükörbe, hogy hogy áll a hajunk. Ő meg azt figyeli, a szívünket figyeli, hogy mi zajlik a szívünkbe. Mi van a szívünkbe? Benne? Milyen gondolatok keletkeznek? Hogy állnak össze a különböző érzések és gondolatok, hogy mik az a mozgató rugói az életünknek. Ő ezeket figyeli. És ezért mondja azt több helyen, hogy Isten a szíveknek a vizsgálója, a veséknek a vizsgálója. És ez kell neki. Ő erre kíváncsi. Ő neki nem az kíváncsi, hogy milyen ing van rajtam, vagy hogy áll a hajam. Ez csak ti miattatok van. De érted, tehát ő arra kíváncsi, hogy mi van ott legbelül. Mert valószínűleg, ha ide jönnék úgy, hogy érted, a hajam nem úgy állna, az a ruhám más, az már értitek, tehát a kommunikációt akadályozza. Mert nem úgy fogadja az ember. Érted, mint ahogy az ember hajléktalanként jön ide, akkor nem úgy fogadnátok, nem az igét. Tehát befejezve a mai alkalmat, hogy Isten át akarja ruházni ezt a hatalmat, az ő hatalmát át akarja ruházni neked is,
És ugye előszólította a tanítványait, hatalmat adott nekik, tisztátalan szellemek fölött, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden beteget és minden erőtlenséget. Tehát Jézus Krisztus át akarja neked is adni a hatalmat, és ezért kérlek téged, hogy ezek az elvek mentén, tehát amit elmondtam nektek a bölcsességben, az engedelmességben, és ezekben a dolgokban, hogy így kövessétek Jézus Krisztus, hogy ez a hatalom nyilvánuljon meg a te életeden és az én életemen keresztül is. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket.